A kaposvári Rákóczi egykori játékosaival mérkőztek meg az MLS pályázatán nyert műfüves kispályán a döbrökközi öreg fiúk október utolsó szombatjának délutánján. A nem mindennapi mérkőzés a helyi sportág választó nap részeként került sor. A nagy sportágválasztó ötlete 2007-ben öltött fizikai formát, Ipa Csendre világbajnoki bronzérmes kenus fejében született meg az ötlet. Az alapkoncepció már akkor is az volt, hogy a szervezők segítsenek a gyerekeknek olyan sportágat választani, amiben önmagukra találhatnak, amellett, hogy az életükbe az egészségtudat és a mozgás szeretete is beépül. Döbrökközön ezt a hagyományt vitték most tovább. A mai nap folyamán kettő rendezvényünk van. Egy napon folyik a kettő elfopos pályázatból nyert rendezvény, az egyik egy sportágválasztó, amin 7 sportágot szeretnénk bemutatni a döbrökközi diákoknak, ifjúságnak, legyen lehetőségük egy sportágat kiválasztani. Ezek között van, ami éppen mögöttem zajlik, a foci, ugye a labdarúgás, a kaposvári Rákóczi és a döbrökközi öreg fiúk foci meccs. Aztán volt már egy zumba óránk, reggel itt voltak az asztali teniszezők, volt íjászat, judósok bemutatója volt, és lehetett kipróbálni is a judó fogásokat. Aztán még ami vissza van, várjuk a 3 ökölvívót, az ökölvívás sportnak a népszerűsítésére, és az egészségnaphoz kapcsolódóan pedig 4 órakor érkezik hozzánk Rubin Tréka, egy alakreform testnevelés órát tart a fiataloknak. A 7 sportág bemutatása mellett a döbrökközi szervezők arra is nagy gondot fordítottak, hogy az egészségtudatos életmód más aspektusaira is felhívják a programokra kilátogatók figyelmét. Dombovári EFI irodától jöttünk, azért jöttünk, hogy minden több embert leszoktassunk a dohányzásról, illetve segítséget nyújtsunk. Az irodában leszoktatási tanácsadás működés, ami teljesen ingyenes, kérjen segítségünket! Kapcsolódó az egészségnaphoz, fönt az IKSZ-ben, pedig 9 órától délután 2 óráig volt egészséges életmóddal kapcsolatos különböző rendezvény, ami azt jelenti, hogy lehetett apiterápiás dolgokkal ismerkedni, gyógynövényeket ismerhettek, volt gyógynövényekből tea készítve, és különböző teákat kóstolhattak. Döbrökközön nem ez volt az egyetlen olyan rendezvény, amivel a szervezők az egészséges életmód fontosságát akarták népszerűsíteni, sőt az ezt célzó fejlesztésekben sem szűkölködik a település. Egy személyben a sportkörelnöke is vagyok Döbrökközön. Döbrökközön a labdarúgás, ugye, ami a sportkörnek a fő ága. Igyekszünk a fiatalokat egyre jobban bevonni a sportban. Ez lenne a lényeg, hogy az egészség és a sport összefügg. Munka pedig bőven van e téren, mert hogy Döbrökköz kifejezetten jól áll a fiatalok számát tekintve. Sajnos az iskolában elég fogy a létszámunk, de az óvodában meg nől, úgyhogy bízunk benne, hogy a következő években már egyre több iskolásunk is lesz, és a létszám csak nőni fog. A sportágválasztó rendszerint saját sportáguk igazi nagyágyúit sorakoztatja fel, így látogatott el Döbrökközre, most például Balzsai Károly, profi ökölvívó is.